Timothy Lantos Sebestyén a magyar históriás énekirodalom legnagyobb alakja, a régi énekmondók utóda. 1526 után az ország három részre szakadt, a végvárak élethalál harcot vívtak, és ez az idő másféle éneket hívott létre, a históriás éneket. A vándor költők énekes rímbe, dalba foglalták a végvárak dicső harcait, a katona élet epizódjait. Éneküket rendszerint lanttal, hegedűvel, esetleg síppal kísérték. Innét is erednek a korabeli vezeték nevek lantos, hegedűs, sípos. Tinódi Lantos Sebestyén feltehetően Baranya megyében, Tinód községben született 1505 körül. Pécset járt iskolába, és latin nyelvtudást ugyanúgy magáinak mondhatta, mint például a kotta olvasást. Fiatal éveiben Török Bálint udvarában szolgált, Szigetváron egészen urafogságba eséséig, ekkor Kassán telepedett le, megismerkedett a hétköznapi emberek életével, jelen volt minden fontos eseménynél, és szemtanúi hitelességgel írta le a török táborban, végvárakban történteket. Élete Nádasdy Tamás udvarában ért véget 1556-ban, Sárváron. Történelmi hitelességűnek mondhatjuk az ő műveit, mert semmit nem énekelt, amit nem ismert saját tapasztalatból, minden története a valóságban is megtörtént. Nézzük, figyeltetek-e! Igaz, hamis állítások. Tinódi Pécset született, polgári szülőktől származott, iskoláit Pécsen végezte. Ez nem igaz, mert Tinódi valószínűleg Tinódon született. Vitézként Török Bálint szolgálatába állt. Igen, ez igaz, vitézként és íródeákként is szolgált Török Bálint udvarában. Buda eleste után fogságba esett. Ez nem igaz. Politikai költő volt. Így van. Énekeit hegedűvel kísérte. Ez nem igaz, nevéből is látszik, Tinódi hangszere a lant volt. 1554-ben Kolozsváron jelent meg nyomtatásban műveinek gyűjteménye a Krónika Tinódi Sebestyén szőrzések címen. Nézzétek, milyen szép ez a kiadvány. A Krónika 23 éneket tartalmaz, 16 magyar történelmi tárgyút, 2 világtörténelmi eseményről szól, 2 bibliai témájú, 3 pedig erkölcsi példázatot ír le. Ebből hallgassunk most meg egy részletet, erkölcsi példázat a részögösökről. Sok részögös, hallgassátok erkölcsötöket! Isten ellen részükségben ti védketöket, gyergyakort a felej kitök Istentöket. Természetesen a leghíresebb Tinódi históriás ének az Egervár viadaláról szól. Hallgassunk bele ebbe is. Szumáját írom Egervárának, megszállásának, viadaljának, szégyenvallását császárhadának, vagy vigasságát Ferdinánd királynak. Tinódi hangszere a lant volt. A lant keletről származó hangszer, az arabok közvetítésével került Európába, fénykorát a 16. században élte, nélkülözhetetlen hangszerré vált a házi muzsikálásban is. Hosszúkás, mandulaformájú, rövid nyakú, pengetős hangszer, a húrjainak száma változó, 6 és 11 között van. Thank you.
Trinódi emléktáblája Kassán, egykori háza falán látható a Kovács utcában, 1900-ban avatták fel. A reneszánszkori históriás ének legjelesebb képviselőjéről beszéltem, mind eszmei, mind történelmi, mind zenei szempontból fontos szereplője a magyar kultúrtörténetnek.